Hát sziasztok! Akkor el is kezdeném én ennek az Apple 1-es gépemnek az építését. És a legelső dolog az lesz, hogy nem a magának a számítógépnek az építésével fogok kezdeni, mert szeretném megnézni, hogy mennyire jól lehet forrasztani ezt a panelt, hanem magát, ezt az acit fogom elsőnek összeépíteni. Ez az aci, ez nem más, mint az Apple 1 kazetta casette interface, tehát a kazettás interfésze, kazettás csatolója magának az Apple 1-nek. Na most ugye ennél a panelnél az az egy probléma van, nincsen felszitázva az alkatrész pozíciók, de hát annyira nagy gond nincsen, mert a kapcsolási rajza megvan magának ennek a panelnak is, illetve némi kutakodás után az interneten rengeteg anyagot összegyűjtöttem én, találtam egy nagyon jó oldalt, ahonnan ezeket le tudtam tölteni. Ez egy orosz oldal, ahol utánépítették ugyanígy ezt az Apple-t, és ugye, mint látjátok, itt nekem a számítógép monitorokon, ugye ott van maga a PCB-nek a rajza, itt van maga a kapcsolás rajz, ezek alapján fogom tudni ugye az alkatrészeket beépíteni. Van itt nekem ugye egy alkatrészlistám, illetve hát egy ilyen nagy dobozban itt össze van gyűjtve már a szükséges mindenféle alkatrész, ami kell nekem ehhez a számítógéphez. És tulajdonképpen innentől kezdve ezt csak össze kell raknom. Na most, mire kell odafigyelni egy ilyen gépnél? Hát én azt mondom, hogy nagyon jó minőségű forrasztóont használjátok hozzá. Én megmondom őszintén, én ezt a nagyon újfajta ólommentes ónt annyira nem szeretem, mert jobban szeretek a másik újabb, régebbi fajta ónokkal forrasztani. Én ezt egy 0.8-as ónnal fogom valószínűleg forrasztani. Jó minőségű forrasztó hegye. Ugye ezt úgy fogom csinálni, hogy van nekem ez az alumínium klorid ilyen kövem, ugye ez a forrasztó csúcs tisztító kis ez a szalmiák kő, és akkor ugye kis ónt teszek rá, megpucolom, és akkor nagyon szép tiszta lesz maga a forrasztó csúcsnak a vége. Hogyan fogom az alkatrészeket berakni, ami még egy nagyon trükkös dolog. Ugye ezeknél majd meglátjátok, hogy fogom csinálni, hogy az ellenállásoknak a beforrasztásával, illetve a foglalatoknak a beforrasztásával fogom ugye kezdeni a dolgokat. Na most a következő, én úgy szoktam hajtani, hogy az ellenállásokat ugye meg kell hajtani, mert a különböző alkatrészeknek a lábait. Csak a következő trükköt szoktam elkövetni, ugye nézem, van itt valamilyen alkatrész, tök mindegy milyen, mondjuk itt van egy ellenállás, remélem lehet látni. Ugye ezt egy bizonyos távolságra nekem be kell hajtani, ugye ez így néz ki. Most ugye ez kézzel hajtogatva, fogóval elég problémás. És a következőt szoktam csinálni, van nekem próbanyákból, mutatom nektek, ilyen különböző méretek vannak nekem ide ugye levágva. Na most ugye ezeket különböző méreteket oda lehet fordítani, ugye ezeknél tudni kell, hogy ez 2,54 mm-es lyukosztással készültek, és ugye a panelok is általában, főleg az ilyen régi panelok is ugyanígy készülnek. Ugye nagyon egyszerű a dolog, mutatom, hogy például ezt az ellenállást hogy lehet behajtani, mondjuk megnézzük ezt a szituációt. Ide rakom a kamerát, és akkor fogjátok látni, hogy mire gondolok, és akkor itt jobban lehet meg tudom mutatni nektek ezt a dolgot itt. Pillanat. Így, és akkor próbálom nektek ezt itt prezentálni, ezt a dolgot. Ugye itt van maga mondjuk ez a panel. És ugye a következőt kell nekem nézni, mondjuk ennél a panelnél tételezzük föl, hogy ide be kell rakni egy alkatrészet. Most nem ezt az alkatrészt, de mondjuk ide be kell rakni egy alkatrészt, mondjuk itt van ez a négyes pozíció. Ugye ezt az ellenállást mondjuk szeretném ide berakni, akkor mit csinálok ezzel? A következőt szoktam én csinálni. Megnézem, hogy van nekem ilyen alkatrészem, ugye látszik ennek a távolsága, a lyukosztása egyezik. Tehát 1, 2, 3, 4, 5 lyukosztással működik, van egy ilyen levágott panelrész. Rárakom ide az ellenállást, és így itt szépen le tudom hajtani, látjátok? Tehát én ezt itt szépen meg tudom hajtani. Ugye itt ezekben a pici kis nútokban, ugye bele tudom hajtani az ellenállásnak a lábát, itt is, ott is. Persze arra figyeljek, hogy ugye szépen középen legyen az ellenállás, tehát megcsinálom még egyszer, hogy tényleg szép legyen a dolog. Ugye oda fogom mondjuk középre, hogy ez tényleg középen álljon az az alkatrész, és akkor lehajtom az egyik oldalt a lábát. Ha elcsúszik, akkor még tudok rajta igazítani. Meg lehajtom itt a másik oldalt is a lábát. És akkor meghajtottam az alkatrészt olyan távolságra, ugye ezt még meg lehet szépen esetleg igazítani fogóval is, és akkor meghajtottam az alkatrészt olyan távolságra, amire kell. És hogyha én ezt ide meg vele nézem, ebbe a lukba, ide a furadába, akkor azt fogom látni,
Jó, nem vettem fel szemüveget, hogy ez tökéletesen illeszkedik, látjátok? Tehát pont úgy sikerült meghajtani az alkatrészt. Ugye szokott olyan dolog is lenni, hogy az alkatrészeket nem teljesen fektetjük le nyomtatott áramkörű lapra, akkor ugyanazt csinálhatjuk, hogy egy ugyanilyen nyomtatott áramkörű lap darabot így aláteszek, és így forrasztom le magát az alkatrészt. Tehát ebben a pozícióba forrasztom le az alkatrészt, és természetesen után forrasztás után ezt én szépen ki tudom innen húzni alatta, és akkor mondjuk ilyen magasan marad az alkatrész benne. Ugye ilyenek is szoktak lenni ilyen panelok, ahol ugye így forrasztják be az alkatrészeket. Ugye ez csak egy ilyen kis egyszerű kis trükk, amit lehet használni ehhez a dologhoz. És akkor körülbelül ennyi lesz a történet. Én elkezdem összeépíteni magát ezt a acibordot. Tehát én ezt elkezdem most szépen itt összeforrazgatni. Erről tulajdonképpen itt azt mondom, hogy videót szerintem az összeforrasztásról nagyon sok mindent, valamit veszek föl belőle, és akkor majd valamit berakok, és akkor a végeredmény, hogyha kész van, akkor majd meg fogjuk nézni, ugye egy ilyen röpke élesztést fogunk rajta végezni magán ezen a aci bordon, anélkül, hogy beraknánk, az tulajdonképpen nem más lesz, egyébként tápfeszültséget fogunk neki adni, és megnézzük, hogy a megfelelő, tehát nincs ez árlat, vagy nincs valami ilyesmi, ugye az icék megkapják a tápfeszültséget, jó, és akkor én ezt elkezdem ezt az acit összerakni, és akkor meglátjuk, hogy hogy néz ki majd, hogyha kész van. We'll be right back.
Na és akkor elkészült tulajdonképpen az aci. Ugye itt van összeszerelve, ugye rajta van a két jackkajzat, ugye két 3,5-es jackkajzat, hogy itt van benne van minden alkatrész, és a következőt fogom csinálni ezzel. Tápfeszültség alá fogom helyezni, ugye ennek többféle tápfeszültséget kell adni, de elsősorban engem most az érdekel, hogy ugye az 5 voltos tápfeszültséget megkapja. Ugye ennek nekem az 5 volt a, mi az érdekes. Ugye megnézem mindjárt, hogy az 5 voltos vonalak rendben vannak-e. Adok neki rá korlátozott áramkorláttal ellátott tápról feszültséget, és megmérem, hogy az IC-ken a megfelelő GND, illetve VCC feszültséget megjelennek-e. Majd ezek után belerakom az integrált áramköröket, és elvileg ez kész. Ugye a 2 darab prom hiányzik majd még belőle, ugye azok is, hogyha megérkeznek, beégetem, majd azok után azok is bekerülnek, és akkor ez az ACI kártyája kész van az Apple gépnek. És akkor nézzük ezt a tesztet. Hát ugye látszik, nagyon egyszerű egyébként a dolog. Ugye ez a VCC vonala, itt ez a 22-es láb, és ugye elméletileg ugye ezek a 14-es, illetve a 18-as lábak a VCC lábak, ugye ezeket végignézve, és ugye a GND-kkel nem szabad, hogy zárlatba legyen, és ugye elvileg ugye ez a 22-es láb, és akkor itt elvileg ez a GND láb, és ugye ezek is megvannak, a GND-k is, úgy látom, hogy ezek mind rendben vannak. Ugye ennek az IC-nek más a, az LM314-nek más a GND-je, ennek az ötös lába azt mondja, hogy nem az ötös láb, hanem a... mindjárt megkeresem, hogy melyik lába a GND. Ugye ennek az egyes lába lesz a GND, ahogy jól látom, igen. Tehát ennek az egyes lába a GND. Kicsit érdekesen van megcsinálva. Ugye ez, hogyha megvan, akkor most jön az a szituáció, hogy ugye ennek én adok feszültséget. Ugye annyi a helyzet, ugye, hogy itt ezt nem tudom megcsinálni, csak úgy, hogyha ugye beállítok itt egy 5 voltos feszültséget áramkorláttal, és akkor ugye ezt csak úgy tudom megtenni, hogy idején feszültséget teszek, megnézem, nincs zárlat nincsen, és akkor annyit csinálok, hogy itt megnézem, ugye az IC-ken azokon már láttam, hogy rendben van, tehát hogyha én ezt ide rakom így ezt a műszert, és megfelelő helyre ráteszem ugye a tápvonalat, akkor ennek ugye jónak kell lenni. Ops. Nem jó helyzet, nem jó állásba kapcsoltam a műszeremet, így jó lesz. Ugye ide rakom. Jaj, de jó, hogy nincs több kezem. És sajnos ezt ugye foglalatban lenne jó tenni, és akkor úgy kellene mérni, az lenne az ideális. De mindjárt megnézzük. Jó lesz. És ez egy elég nagy küszködés. De rendben, megvan a feszültség. Jó. Én ezt úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz most már probléma. Belerakom az integrált áramköröket, és tulajdonképpen ennek az áramkörnek a végleges tesztje majd már magában a gépben lesz, hogyha elkészült a gép. Hát reméljük, hogy nem lesz vele probléma. Most ennyit csinálok még, hogy berakom az integrált áramköröket. Ugye azok az integrált áramkörök nekem össze vannak készítve. Így egy ilyen panelon. Ez ugye egy hungarocell alufóliával becsomagolva, az integrált áramköröket nagyon jó így tárolni, mert így statikus feltöltődéstől védve vannak. És akkor ugye megnézzük, hogy milyen integrált áramkörök ezek. Ugye van egy LM311-es IC-m. Ugye ez az LM311 fog ebbe a foglalba belemenni. Ugye ennek az IC-nek van egy olyan picik hajtogatni kell ezeken az IC-nek a lábain, mert ugye foglalba így nehezen mennek bele. Ezt csak így szoktam, hogy megfogom fogóval, és akkor egy picit ezért lábakon görbítek. Jóvatosan. És akkor ugye a pozíciót megnézzük, az egyes lábat. Beleillesztjük, megnézzük, hogy nehogy elgörbüljön valamelyik láb. Mutatom, ne engem nézzetek. És akkor ugye belenyomjuk, ő az egyik IC. Következő foglalatba kell egy 74 LS74, ugye 74
T74LS, ez Signatix 74LS74, ez gyakorlatilag olyan, mint az eredeti IC-k, annyi különbséggel, hogy hát ugye ezt nem 75-ben gyártották, de egyébként ez például olyan, mint az eredeti Signatix IC-k, tehát látszik is a tokozásán egyébként, hogy ez olyan régebbi tokozású IC. Szépen beleélesztem a lábakat, itt is mindenhol benne van. Jó, arra vigyázni kell ilyenkor, hogy elgörbítsük valamelyik lábat. 74LS74, beletettük. Jó, ugye ide középen a 2 darab prom, ami most még nincsen, ugye eredetileg 82S129, hát kellene bele most ebbe 74S287-ek lesznek. Ugye jön a következő IC, az LS02, ugye ez már nem egy Signatix, hanem ez valami portugál gyártmány. Ez egy 74LS02. Ugye őt ide rakom. Így, és ugye az utolsó IC pedig az 74LS10, ez egy 74LS10. Ugye eredetileg nem LS szériájú IC-k voltak ebbe, hanem sima TTL IC-k, de az LS széria jobb. Na és akkor ugye így néz ki a történet. Ugye ez körülbelül ez a videó, itt egyébként most ennyi volt ez a rész. Ugye ennek az összeszerelése, ide még bejön mondom a 2 darab prom, és akkor elméletileg ezt úgy gondolom, hogy ez a panel rendben lesz. Gyanítom, hogy nem lesz vele semmi probléma. Jó, és akkor ez a videó itt ennyi volt.